A közönségbe, ember, hát ne a lámpát, csak ne fejre! Sziasztok, skacok, én Dávid vagyok, és itt ülök Danival és Petivel. Sziasztok! Egy Predátort fogunk tesztelni az X-sától, azon belül is a Bug Attack, a bogár támadás kiadásból. És a Predátor, mivel ketten vannak a srácok, ezért arra gondoltam, hogy akkor most ezt választom, úgyhogy bontsuk is ki. És akkor, na ezt megpróbáljuk innen kiszedni. Tessék, milyen a tapintása, milyen a fogása, hogy áll kézre? Persze, állt, amit gondoltok, nem kell végül is, de nyugodtan le is szedhetitek. Én a töltényeket kiszedtem, úgyhogy azt is bele lehet rakni nyugodtan. Tessék, hoppá. Zsír. Dani, tessék, itt van 2, még adok mindjárt 1-et. Petinek már van 3. Remek. Itt vannak a töltények. Na milyen fogása? Kicsit mutassátok föl, hiszen ott a kamera azt látja. Ez attól más kicsit, ez nehezebb fölhúzni, és mélyebb hangot ad ki, hogyha ha ellövöd. Na, lőjél egyet, csak ne senkinek a szemét, mert ugye itt, ha nem tudnátok, akkor elmondom, hogy egy gyerektáborban vagyunk, és most nagyon sokan néznek itt minket, erről majd lesz is egy bevágott felvétel. Na de, skacok, akkor lőjetek a közönségbe. A közönségbe, ember, hát ne a lámpát, csak ne fejre! Na, tessék, már is tanultunk valamit, Peti, mert mi történt? Nem csavartad el a 3. Na most, akkor most. Nem forgótáras. Nem rossz, csak még mindig lejjebb. Oké, jöhet a tiéd. Ja, nem baj, lőjél még egyet. Zsíros bögre. Na most ugye a bogártámadásnak az is a lényege, hogy adnak hozzá ilyen felragasztható bogárkákat, amik elvileg megtapadnak bizonyos felületeken, de ugye a speckó felületnek kell lennie. Így, most kivel is veszek egyet. Hű, de ragad. Mertok, hova rakjam én ezt? Tessék. Itt egy játék. És ugye az történik, hogy itt ez folyamatosan, ha elengedi a ragasztó, akkor így bucskázik lefelé ez a bogár, és ezt kell eltalálni az X-sáttal, mielőtt leér, vagy teljesen le is esik. Hát ugye ez a játéknak a lényege. Megnézitek ezt a kis bogár szörnyet? Na milyen? Ragad? Aha. Tessék, Peti? Fú. Fú, azt mondja, fú. Na jó, hát azért nem vészes, meg nem olyan ízés az egész, de mondjuk azért tényleg itt, ha az ujjammal hozzáérek, akkor azért így hozzáragadgat. Na mindegy, vicces. Skacok, van-e még, amit úgy gondoljátok, hogy érdemes elmondani erről a fegyverről? Fegyverről, szivacslövőről? Kicsi és közel hallgatható. Köszönöm, tökéletes. Na akkor még lőhettek vele 3-at, aztán hoppá, azaz. El kell forgatni, ugyebár. Tehát amit tudni kell róla, hogy föl kell húzni hátul, 3 darab töltény fér bele. Ilyen szivacslövő, szivacstöltényt fel kell húzni, el kell forgatni, és akkor tökéletesen lehet vele célozni, majd lőni. Na, az besült, mert már nem volt. Szuper! Skacok, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok. A Játékszigetnek köszönöm, hogy elküldték nekem ezeket az X-sátokat. Ha nem tettétek volna még meg, akkor lájkoljátok ezt a videót, hogy másokhoz is eljusson, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjátok be a csengettyűcske vagy harangocska gombocskát, de megtaláltok Instagramon, Facebookon és videókiden is. Sziasztok! Sziasztok! Nézzük ezt a Rapid Fire-t. Ugye azért ez egy elég nagy fegyver. Az előző 2-höz képest, ugye ezek predátorok voltak, a kicsik, nyugodtan fogjátok meg, praktikusak, marokra foghatók.